Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Zoli vagyok. Én pedig Réka vagyok, sziasztok. Mi vagyunk, amit játszunk, a következőkben pedig a Őrült Lajos király két kastélya között című játékot fogjuk bemutatni. Ez az, lássuk! Így néz ki az Őrült Lajos király két kastélya között című társasjáték, aminek lényege, hogy a játékosok nem egy saját kastélyt építenek, hanem a jobb oldali szomszédjukkal, meg a bal oldali szomszédjukkal közösen egy-egy kastélyt, és megpróbálják a játékosok úgy építeni ezeket a kastélyokat, hogy kiegyenlített legyen a két kastély, mert hogy a játék végén a rosszabbul pontozó határozza meg majd a játékosoknak a pontszámát. Mindegyik kastély indul egy ilyen kezdő helyiséget trónteremmel. A trónterem már rögtön ad bizonyos győzelmi pont feltételeket. Érdemes úgy pakolgatni majd a jövő menü lapkákat, hogy kielégüljön ez a bizonyos pontszerzési lehetőség. Nagyon-nagyon jó ebben a játékban a játékos segélet. Szoktam javasolni az első pár játék alkalmával szorosan kapaszkodjunk meg benne, mert nagyon szépen kommunikál, hogy milyen féle szobák lesznek majd a játékban, milyen pontozást kérnek, illetve hogyha egy kastélyban három lenne belőlük, akkor milyen extra képességet ad majd ez a játékosok számára. Nagyon-nagyon hasznos, és nagyon sokat tud segíteni a játék közben, mert hogy jó párféle pontozási lehetőség lesz a játékban. A játék két forduló keresztül tart, nagyon szépen megmutatja nekünk ez az inzert, hogy összesen maximum 7 kastély épülhet, most ebből az első 4-et vettem ki, mindegyiket két játékos közé tettem be, lesz egy első fordulós draft kör, utána egy második fordulós. A draft a kártya, vagy esetünkben a lapka leválogatásról szól. A játékos kézbe veszi az összes lapkát, ebből kénye kedve szerint kiválaszt kettőt, nem mondja meg, hogy melyik kettőt, ezt lefordítva teszi, utána pedig továbbadja a következő lapkajelölő alá, és ezt a kettőt, amikor mindenki megvan ezzel a leválogatással, felfordítja, utána pedig megbeszéli általa választott sorrendben a két szomszédjával, hogy melyik lapkát hova lenne jó bepakolni. Nagyon fontos, hogy minden egyes lapkán van egy kommunikáció rögtön arról, hogy ez milyen típusú épület. Vannak bizonyos épületek, amiket úgy lehet lehelyezni, hogy vagy földszintre, vagy annál magasabbra. Van olyan lapka, ami fölé nem lehet, tehát például a tökkert fölé nem rakhatok onnantól kezdve már épületet, tehát úgy érdemes lehelyezni, pozícionálni az adott várban, nehogy megnehezítsem a későbbiekben a dolgomat. Tehát például valami fölé nem épülhet semmi, valami csak alulra épülhet, tehát például vannak alaksori építmények, azt nem rakhatom a második emeletre az alaksori szobát. Tehát van egy bizonyos rendezési szempont, de már az első játék alkalmával nagyon szépen összeállhat a játékosoknak. A játékosok megbeszélik, hogy melyik lapka melyik kastélyba épüljön, a lehelyezési szabályoknak megfelelően ezt beépítik, és így szépen lassan épülgetnek a kastélyok a forduló során. Amikor egy játékosnál már csak három lapka van, abból leválaszt kettőt, a harmadikat pedig kidobják a játékból, utána indul rögtön még egy forduló, és a második fordulót követően a játékosok megszámolják egy nagyon szépen összeszedett táblázat segítségével, hogy melyik kastély pontosan mennyit ér. Végigmenünk az adott lapkatípusokon, egyesével megnézzük a szobákat, hogy hány pontot érnek. Ebből lesz egy összegzés, és a végén kapunk egy összpontszámot, és az adja az adott kastélynak a pontszámát. Én külön díjazom, hogy lehet a kastélynak nevet adni, nekünk elszállt a képzeletünk, és mindenféle vicces neveket adtunk a kastélyoknak. És a játékos, mivel megpróbál ügyesen figyelni arra, hogy mindkét kastély hasonlóan pontozon, a rosszabbul pontozó adja meg majd az adott játékosnak a játékvégi pontot, és aki több pontot gyűjt, eképpen ő megnyeri ezt a csodálatos, szép kastélyépítő társas játékot. Szeretünk volna megmutatni egy ilyen fiktív kastélyt. Mindegyik kastély nagyon sajátosan, furcsán, összeszedetten néz ki a játék legvégén. Ez nagyon autentikus, hát Őrült Lajos királyra volt jellemző, nagyon bolondos kastélyokat épített. Így néz ki az egyik kastély, esetünkben a kék kastély. Szeretünk volna megmutatni egy másik kastélyt is, ami a játék végén sokkal több szobával bír. Nagyon izgalmas elem a játéknak, hogy nem a szoba mennyiségen múlik, ugyanis a szobák elhelyezése sokkal több pontot tud érni. Nagyon hasznos tud lenni, hogy ügyesen pozícionálják a szobákat. Ebben az esetben nem figyeltünk nagyon arra, hogy a lehető legtöbb pontot írjunk, szeretünk volna ilyen véletlenszerű állást bemutatni nektek, hogy nagyon terebélyes kastélyok is tudnak lenni. Ugyanis a játékosok, hogyha azonos típusú szobákat pakolgatnak egy kastélyba, akkor extra lapokat, extra helységeket is teszem, az tornyot, szökőkutat, vagy mindenféle kiegészítő emberkét, esetleg extra játékvégi pontozást írhatnak még a játék végén. Nagyon-nagyon hasznos tud lenni a lehető legtöbb ilyen szobaügyes beépítése. Oké, én azzal kezdeném, hogy ennek a játéknak az inzertje, a belső doboz elrendezése gyönyörű. Szóval annyira szépen el vannak benne helyezve a dolgok, mindennek megvan a saját helye, az, hogy hogyan illesztjük egymásba ezeket a tartódobozokat, tehát az, hogy erre nem nekünk kellett külön energiát fordítani, hogy ezeket csinosan elrendezgessük, hanem így érkezett, ez egy plusz minőséget képvisel a számomra, és egy játékosnak ez egy nagyon nagy öröm, amikor tudja, hogy a dobozt elhelyezheti, úgyhogy az nem fog szétesni, szétpotyogni, hanem könnyebb lesz a következő setup, a következő előkészítés ezáltal. És hát ehhez hozzátartozik, hogy egyébként ez a játék nagyon szép. Igen. Szóval igen. Ugye volt egy előzménye a Castles of Mad King Ludwig. Igen.
amit mi nem vettünk meg, egyébként csak külföldi helyeken lehetett kapni, tehát nem volt magyarul, de hát annyira csúnya volt, tehát annyira csúnya volt, hogy lebeszéltem róla Zolit. Mi nem fogunk vele játszani, viszont hála Istennek az Őrült Lajos két kastélya az nagyon-nagyon szépre sikerült, teljesen megújult a grafikája, és egy csomó ilyen kis easter egget helyeztek el ebben a játékban. Például a bácsi itt ha megnézik a közülbelül, itt éppen egy kastélyt építget. Igen, itt építgeti, mint mi is építjük ugye a birodalmakat, és hát a ilyen álomházszerűen vannak elrejtve a különböző szobákban, különböző gegek, kismacinek, mindenféle ilyen kis cuki dolgok, amiket, hogyha nézegeted a lapocskákat, akkor így felfedezheted, hogy jé, szóval hogy egy külön élmény és egy ilyen kis puszi játék a játékban. Igen, nekem is abszolút tetszett, hogy hát fogalmazzuk úgy, hogy kreatívan minimalista Őrült Lajos kastélyai után sikerült felfrissíteni, festői, egy csomó pici poén van, élményt pakolgatni, abszolút csatlakozom ehhez. Nagyon különleges játék, és ugye ez két játéknak az ötvözete, a Between Two Cities-nek, meg az Őrült Lajos király kastélyának, és szerintem mindkét oldalon nagyon jó dolgokat sikerült összehozni. Ugye itt nagyon sokat számít az elhelyezkedés a szobák, hogy pontosan mi, hova, hogyan, és ijesztőnek tűnhet az a járrendszer, amit rögtön találkozik a játékos, de én szeretem azokat a játékokat, a másik ijesztőnek tűnik, de már rögtön legelső játék alkalommal már szórakoztató. Bizony, élvezhető rögtön. És legelső alkalommal, és az főként a segédletnek köszönhető, prima segédlet a játéknak, tökéletesen kommunikál mindent, és nagyon-nagyon hamar hozzá tudnak szokni a játékosok, úgyhogy mindenképpen javasoltam előbb is, és most is javaslom, hogy kapaszkodjatok meg benne, nagyon szépen kommunikálj pontosan. Könnyű tanítani is ezáltal. Igazából egyszerűen csak végigmész a jelrendszereken, és mindent rögtön megértesz. Így van. Nagyon érdekes építész archetipus emberként, hogy szeretek építeni, és hogy nem sajátom van, hanem közösen építek két kollégával, és nagyon szép élmény az, hogy két szomszéd játékossal nagyon szoros a viszonyom, és hogy nagyon, mint ilyen két úr szolgájának érzem magam, aki picit ide is pakogatok, meg picit oda is pakogat, és brilliáns az, hogy a rosszabbul pontozó kastély fogja meghatározni majd a játékvégi pontszámomat, és emlékszem, amikor mondtam a játékot, aki felmérve, hogy lehet ezt, akkor rengeteg egyenlőség nem szükség, egyszer nem volt egyenlőség, hihetetlen izgalmas a kifutásra a játéknak. Igen, én azt gondoltam egyébként, hogy ez egy külön probléma lesz, hogy fogok tudni kettő felé koncentrálni teljes erővel, ugyanis azt azért tudjuk, hogy egyszerre csinálunk több dolgot, abból az egyik az mindig egy kicsit háttérben van szorulva. Igen. És azért, hogy mindkét kastélynak egyenesen add az energiát, és oda is figyelj meg, oda is figyelj, de a kártyáid, vagy mi az kis lapkáidból is mindig pontosan jókat helyez le, hát nem egy egyszerű feladat. Így van, más játék nem tud ilyet, és ez volt a nagy felütés a Between Two Cities-nek. Nagyon-nagyon jól hozza, és szerintem sokkal jobban hozza, hogyha szabad ilyet mondani. Nekünk sokkal jobban tetszett az Őrült Lajos király két kastélya között című játékban ez. Általában információk számol az ember, hogy egy-kettő sok, ez nekem ilyen visszatérő ilyen fő gondolat motivumom, és itt is igaz, bőven elég a két kastély, harmadikra már nem tudnék figyelni. Beszélnék azonban pár mérsékelte jól működő dologról. Írja a doboz, hogy 3-7 játékos. Igen, 3-7 játékos. Van apró betűk, hogy két játékos variáns, engedjük el. Nem. Van ez a fiktív. Biztos, hogy nem. Van ez a fiktív Lajos, akivel játszunk, az Őrült Lajos, és akkor nekünk is pakol. Lallival nem játszunk. Végül nem játszottuk végig ketten, nagyon-nagyon hamar eluntuk ezt a fiktív harmadikat, nem szórakoztunk. Ez többen jó ez a játék. Ugye pont ez a lényeg, hogy az interakciók, hogy a másikra is kell figyelned. Nekem egy picit Hét csodát megidéző volt az élmény, nagyon más volt, és amikor heten játszunk. Ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor két emberrel játszom. Igen. Nem mindenkivel. Amikor próbáltuk hatan, akkor integettem az asztal túloldalán lévő Pistinek, hogy szavasz, hello, és milyen szél fúj feléd, a szomszédokkal játszom. Ott is épül egy kastély. Kettő. Tehát a Hét csodán ugye a szomszédokkal bizniszelek, meg a szomszédokkal háborúzom, itt is a szomszédokkal építek várat. A másik, ami nekem egy picit fura volt minden játék alkalommal, jó, ez persze rövidül, de az adminisztrációs része a játék legvégén. Hát. Tehát valahogy a pontszámítás és effektíve maga a játék aránya, végig megyünk minden egyes szobán, és ugye meglehetősen sok szoba épül bele a várba, minden egyes szobát külön lepontozni kategóriája szerint, jó, persze segít ez a táblázat, de valahogy úgy elfáradtunk a pontozás végére. Így van, igen. Úgyhogy sok-sok-sok pontozás után végül győzött a rosszabbik. Nem, egyébként. Egyébként eléggé kiegyenlített volt. Tehát amikor mondjuk négyen játszottuk, és mindenkinek ugye a két különböző szomszédjára kellett figyelnie, egész kevés ponttal nyert, aki nyert. Igen. Zoli. Sajnos.
Én ettől függetlenül, hogy ő nyert. Nagyon kedvelem ezt a játékot, a többi meccsben aztán behoztuk ezt. Szerintem egy nagyon igényes játék, és olyanoknak is ajánlom, akik már gyakorlott játékosok, meg olyanoknak is, akik esetleg kezdők, de most már nyitottabbak valami újdonságra, valami kicsit nehezebbre, szívesen tanulnának meg valami különleges játékot, mert az Őrült Lajos királyhoz hasonló mechanizmusú játékból szerintem kevés van. Igen, számomra egy ilyen különleges kulináris élmény ez a játék, amikor mindenki pocok módjára magának, hogy építgetik egy kis dolgot, és akkor egyszerűen nem, hanem szomszédokkal építgetek, és nagyon különleges élmény, a flow-ja nagyon különleges ennek a játéknak. Egy picit oda. Hát rég foglalkoztam a baloldali szomszédommal, úgyhogy a jó szomszédi iszonyt sikerült picit leépíteni, jó szomszédi viszonyt építeni. Jó kis játék, mindenképpen próbáljátok ki. Nagyon szépen köszönjük a példányt a Delta Visionnek, a legnagyobb örömmel foglalkoztuk vele, hogyha tetszett a játék, akkor meg tudjátok vásárolni náluk. Link oda lent. Kat. Egyébként pedig nagyon örültünk, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy tetszett ez a rész. Hogyha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és a Facebookon is várunk benneteket, nagy szeretettel. Így van, az Instagramon is folyamatosan napról napra mindenféle izgalmas tartalmak mennek, kikövessetek be minket. Gyertek. A továbbiakban pedig jó játékot kívánunk nektek, és reméljük, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!